Gazdasági fórumon mutatták be a Kelet-Magyarország idei Top 100 kiadványát. A 2018-as év gazdasági díját Böszörményi Attila, az Eisman Automotive Hungária Kft. Ügyvezetője vehette át, akit szeretettel köszöntök itt a stúdióban, és egyúttal szívből gratulálok. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást is. Ezek szerint ön személy szerint kapta ezt a díjat. Igen, de ahogy elmondtam ott a díj átvétele után is, az én teljesítményemet csak a cég teljesítményén keresztül lehet megítélni, legalábbis kívülállóként, ezért annak a teljesítménynek az elismerése ez, amit a cég teljesít. Ha jól tudom, 12 éve irányítja. Igen, ezt a 2006 céget. Elején kezdtem. Azt gondolom, hogy ez az elismerés az elmúlt 12 évének szól, de nyilván a gyökerek, az alapok már 21 éve. Így van, az Eisman 21. 97-ben alapították elődeim, Eisman úr a céget, és én a bő felét vittem ennek a pályafutásnak, vagy viszem. Hogyan került annak idején Nyíregyházára ez a cég, és az Eisman csoporton belül hol helyezkedik el? Metzingen, Nagykálónak a testvérvárosa, és Metzingen mellett van a mi központunk, Badóragva, ez a Stuttgart környéke, és ott Eisman úr ott találkozott Nagykáló városvezetőivel, és végül Nyíregyháza mellett volt a döntés, és abban az időben, 97-ben volt egy növekedés az Eisman, akkor még nem csoportnak, mert ugye csak német gyára létezett, és keresett telephelyet mondjuk úgy Kelet-Európában. Mi volt az, ami emellett a régió mellett szólt, és mennyire váltotta be ezeket a reményeket? Abban az időben biztos, egész biztosan a alacsonyabb munkabérek, ugye akkor jellemző volt abban az időszakban, hogy német vagy más nyugati befektetők a alacsonyabb bérek miatt Kelet-Európában nyitnak telephelyet. Ez azóta már azért sokat változott. Egyébként az első telephelye volt az Eismannak Magyarország. Németországon kívül, utána sorra nyíltak szlovák, cseh gyárak, tehát egy-két évre rá a jelentős növekedés miatt. De ugye arról kezdtem el beszélni, hogy ez változott. Szerintem azt azért sokan érzékelik, hogy a rengeteg gyárnak, a nagy autóipari koncerneknek is Magyarországon nyílnak meg fejlesztő, kutatóközpontjai, mérnöki irodák, tehát már nem csak a gyártásról, a alacsonyabb költségű gyártásról van szó, hanem a komoly műszaki háttérről is, ami nálunk is megvan már. Milyen fejlődési évet járt be, vagy futott be azóta az Eisman itt Nyíregyházán? Hát elég egyszerű, mert egy felfelé mutató trend ez, hogyha ha a létszámot vizsgáljuk, ha a éves forgalmunkat, árbevételünket, vagy más mutatóinkat, akkor egy folyamatos fejlődés. Ugye az, hogy 97-ben nyilván néhány tucat emberről volt szó ott az elején, és egy pár termékről. Amikor én átvettem a céget, akkor is 360-an dolgoztak a cégnél. Euróban mondom, 16 millió euró éves forgalmunk volt, az ma 80 millió euró, és több mint 900-an dolgozunk a cégnél. Mik a legnagyobb kihívások ma? Ma mik a legnagyobb kihívásaink? Talán a munkaerő, nem akartam elsőként említeni, de azért ott van a legnagyobb változás a munkaerőpiacon. Van a legnagyobb változás, hogyha 10 évre visszatekintek. A munkaerő rendelkezésre állása, képzettsége az csökkent. Ugye ez az azért még nem olyan, nem annyira drasztikus vagy katasztrofális, ahogy lehet hallani néhány fórumon vagy bizonyos médiákban, de azért jelentősen nehezebb a megfelelő munkaerőt megtalálni. És megtartani? És megtartani is. Hogyan tudja ezt a cég? Ugye, hogyha nagy a kereslet a piacon, akkor a fluktuáció is növekedhet a cégeknél. De talán ez a legfontosabb feladatunk, ebbe jobbnak lenni. Mennyire stabil piacokon mozog a cég? Hát nagyon, nagyon stabil a mi vevőkörünk, ugye a prémium autó gyártóknak szállítunk, tehát a vevőkörünk nem változik, maximum bővül egy-két újabb márkával, de az első számú vevőkör a német autóipar, ott a prémium gyártók, aztán pedig az angol, valamennyire kicsit a francia és az olasz gyártók.
Ezt a nagyon magas exportarányt szeretnék is tovább tartani, vagy esetleg a hazai piacokat is szeretnék? Mivel azért a hazai összeszerelő piac az nem olyan nagy, tehát mondhatjuk az Audin kívül a kecskeméti Mercedes, és akkor nem is sokkal van több ettől a két gyártól, ide szállítunk is be, illetve itt egy-két márka készül, attól a mi volumenünk sokkal-sokkal nagyobb, ezért valószínűleg az exportarány marad is így. Milyen fejlesztéseket terveznek a közeljövőben? Ahogy beszéltem az előbb arról, hogy folyamatosan fejlődünk, ugye komoly terveink vannak a jövőre nézve, és úgy technológiai, vagy akár területben is bővülni. A cég melletti szomszédos telek a mi tulajdonunkba állott beruházás előkészítése folyik, és ehhez tartozó a létszámbeli bővítés is akár. Ez mit jelent? Termékpalettát is akarnak bővíteni, vagy inkább csak a volument szeretnék növelni? Valamennyire a mi cégünk palettája bővül, de az Iceman csoportban már ismert termékekkel, tehát mi főleg az automata, manuális sebességváltó gombok, légzsáktakarók gyártására koncentráltunk idáig, de a jövőben tervezzük ajtóborítások, műszerfartakarók, tehát úgy nagyobb alkatrészek gyártását is, de ugyanebben a témakörben, amit úgy mondhatunk, hogy műbőrbőr, fakróm, tehát ez az autó belső terével kapcsolatos termékek ezek is. Hogyan sikerült áthidalni, vagy esetleg fölhozni a német munkahelyi kultúra és a magyar munkakultúra közötti különbséget? Szerintem ez a különbség azért jelentősen csökkent az évek alatt. Az elején pedig talán mi sokat adtunk arra, erre mutassuk meg magyarok virtusra, és talán ennek segítségével azt a precizitásbeli, pontosságbeli esetleg hátrányunkat csökkentettük, kreativitásban meg nem voltunk hátrányban az elején se. Hol helyezkedik el most a magyarországi nyíregyházi gyár a nemzetközi cégcsoportban? Nagyon büszkék vagyunk rá. A mi gyárunk oktató és tréning központja az egész Iceman csoportnak. A gyártás szervezés témájában pedig elismerten a legjobb gyár. Ez különböző belső vagy akár külső díjak is mutatják, európai díjak, de a csoporton belül is elismerten a legjobb gyár címet viseljük már jó néhány éve. Ezek szerint egyfajta szellemi irányító központtá tudott válni? Így van. Rengeteg támogatást adunk más gyáraknak, akár az amerikai, német, cseh, szlovák gyároknak, tehát kollégáim nagy szeretettel járnak hozzánk, és ez már tényleg egy olyan igény, hogy nem csak egy fentről, hogy a német vezetés felől támasztott igény, hogy menjenek Magyarországra ezt vagy azt megtanulni, hanem az ottani gyárvezetés direkt kapcsolat, vagy direkt kérés alapján jönnek, vagy a mi kollégáink szintúgy járják ezeket a gyárakat, rövid, egyhetes, vagy néhány hetes úgynevezett workshopokon segítünk egymásnak. Mondhatjuk azt, hogy ha valaki elhelyezkedik az Eismannál, hisz Nyíregyházán, akkor az egy nagyon komoly jövőképet láthat maga előtt? Igen, mindenképpen, akár tényleg ilyen nemzetközi tapasztalatszerzést is, vagy benne van a lehetőségbe, illetve belül is egy komoly képzési rendszerünk van, ami az egyén fejlődését is szolgálja. Jövedelemben mennyire találják meg ott az emberek a számításokat? Versenyképesek vagyunk. Böszörményi Attila, még egyszer gratulálunk a díjhoz, és köszönjük, hogy befáradt a stúdióba. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.